A védelmi intézkedések feloldásának második fokozatáról a Magyar Közlönyben április 15-én megjelent jogszabály szerint a teraszok, a kerthelyiségek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva. Az ott tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak viszont igen. Kisebb felújítás után nyit a karcagi Nimród Hotel közkedvelt terasza is. Mi rendkívül örülünk annak, hogy a döntéshozatalra kijelölt szakemberek most már kedvezőnek látják a feltételeket ahhoz, hogy rendezett higiénés körülmények között újra fogadhassunk vendégeket. Már nyitnák a belső teret is, de egyelőre erre még nincs lehetőség. Ugye a legfrissebb hírek szerint, ha eléri az oltottak száma a kijelölt határt, ami jelen esetben 3,5 millió fő, akkor nyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. Nekünk ugye ez adott, és nyilván itt fogunk először működni, vendéget fogadni. Az étterem tavaszi és nyári időszakában nagyon fontos szerepet tölt be a terasztér. Ugye, mivel beköszönt a jó idő, ezért a vendégek ilyenkor egyébként is jobban szeretnek kint természetben lenni. Ugye ennek megvan a saját hangulata, varázsa, annak, hogy ugye hosszú tél után ismét kint élvezhetjük egymás társaságát egy-egy pohár limonádé vagy egy finom étel mellett. A bejelentés szerint eltörlik a teraszdíjat, a költségeket másra tudják fordítani. Nyilván ugye még a pontos dátumot ugye nem harangozták be, de annyi biztos, hogy ha nyithatunk, akkor eltörlik a teraszdíjat, ami azt hiszem, hogy nem csak a fővárosban, de a vidéki városokban is rendkívül kedvezően hat majd a vendéglátóhelyek újraindítására. A felújítási munkák megkezdődtek a terasz megnyitása előtt. Nálunk terasz felújítás zajlik, ami éppen a nyitás napjaira el is készül, tehát itt korlátcserére gondolok. Ugye a fát karban tartani eleve nagyon költséges, ezért minden olyan összegnek tudunk örülni, amit most erre félre tudunk tenni. Új intézkedés a teraszon például a megfelelő asztaltávolság és a fertőtlenítés is folyamatos lesz. Nyilván követjük az előírásokat, és ezen túl is törekedni fogunk a higiénés körülmények betartására, ahogy eddig is tettük, nyilván most ez fokozottabban érvényes lesz. A karcagiak örülnek az újranyitásnak, mondta Vál Tamás biztosítási szakember televíziónknak. Én rettenetesen örülök neki, nagyon nehezen viseltem már a bezártságot. Egyébként meg én az üzleti világban dolgozok, tehát abból a szempontból is különösen jó nekem, hogy esetleg üzleti tárgyalásokat ismét tudunk kávézókban is bonyolítani.